Pózs Petri önkormányzata a hagyományoknak megfelelően minden évben szeretett csomagot készít a lakosság számára. 540 csomagot osztanak ki az önkormányzat és a hivatal munkatársai. A dolgozók egy teljes napot szánnak a csomagok összeállítására, majd azok kiosztására. Az önkormányzat vásárolta, helyi kereskedőknél ugye megpályáztatjuk, fölírjuk a listára, hogy mit szeretnénk, hogy benne legyen, és akik a legkedvezőbb ajánlatot adják, ők hozzák ide ezeket a termékeket. Minden család kap ebből a csomagból, és szívesen veszik, mert a figyelmesség, és nagyon sok családnál, tehát a benne lévő termékek, alapvető élelmiszerek is nagy segítség a családok számára. Egy csomag körülbelül 3000 forint értékű alapvető élelmiszereket, körett tésztákat, konzerveket, napraforgó olajat és természetesen szaloncukrot is tartalmaz. A munka mellett azért volt idő ünnepelni is. Így Pócs Petri nyugdíjas egyesülete megtartotta évzáró és fenyő ünnepségét. Az önkormányzat segítsége a karácsony előtt mindenkinek nagy segítség, tette hozzá Pócs Petri nyugdíjas egyesületének elnöke. Ennek mi már nagyon örülünk. Tavaly is kaptunk minden család ajándékot, karácsonyi csomagot. Hát ebben biztos, hogy minden háztartás örül neki, hisz egy nagy segítség az, hogy segít az önkormányzat karácsonyi előkészületekbe. Mi ezt örömmel fogadjuk, és nagyon köszönjük polgármester úrnak és az önkormányzat képviselőinek. A karácsonyi ajándékozás nem egyszerű feladat. Pócs Petri önkormányzata azonban már több mint 4 éve készít csomagokat.